Sziasztok, ez itt az Imperátor Róm római végjátszásunk negyedik epizódja, és onnan folytatjuk a legutóbb. Abba hagytuk, ugye Etruriát mind kötelező első lépést megpróbáljuk megverni, vagyis hát nem megpróbáljuk, mert eléggé egyszerű. Mindig jönnek a fámért. Nem adom a fámat! A fám hozza a fémet. Whatever. Oké, azt odarakjuk, még a hajóink nem készültek el, de azért ezt beállítom ide, ezt a flottát, és majd esetleg Nuséria kisegít, hogyha úgy hozza a dolog. Ó, itt van egy kalóz társaság. Click to recruit. Valószínűleg amúgy, ha rákatintanék, nem jönnének azonnal hozzám. Nem fogadnám fel őket azonnal, de sosem mertem rájuk kattintani így, mert mindig tartottam tőle, hogy kicsit mégis. Foglaljuk be azt a területet lassan. Csak figyelni kell rá, hogy ne hamarabb, mint hogy a flottám kiegészüljön két újabb hajóval. 8-6-on állnak ők. Oké. Okay. Amúgy nagyon tetszik, gondolkoztam ezen az egész rendszeren, ezen az egész, hogy akarunk támadni, meg hogy harcolunk. Foreigner arrives. Hello. Tök jó, hogy itt vagy. Szóval gondolkoztam ezen, és ez egy baromi jó rendszer, gyerekek. De komolyan. Ez annyi mélységet ad az egésznek, a mindennek is, hogy az elképesztő, úgyhogy nagyon szeretem, és hogy az előző végjátszásban egyáltalán nem is használtuk, pedig benne volt, de egyáltalán nem használtuk, úgyhogy most az lesz a cél, hogy minél jobban kihasználjuk ezt is. Ésszel menjünk bele a csatákba, ne pedig, hát, lelkesedéssel. Growing friendship. Na. Ó, most aki írja a teljes nevüket, de jó. Publicus Septimus Sophus Aperstuvel Camera. Tehát összebarátkozom lassan Marcus Fluvius Pecinius-szal. PC. Aha. Sometimes the camera manages to have friends. Tehát vagy barátok leszünk, vagy nem. Legyünk barátok. Ő a, ráadásul a... Ha jól nézem, akkor ő Magna Graecának a kormányzója. Tehát ő az egyetlen kormányzóm, aki van. Igen. Jó, akkor mindenképpen szeretnék barátkozni veled. Na, elindult a hadsereg. Akkor kicsit elrejtem magam. Megint megpróbálnak támadni. Közben ezt a flottát egybe rakom. És elkészül Kurtunostroma. Úgyhogy... gyakorlatilag nem azt mondom, hogy kész vagyunk, mert messze nem vagyunk még kész. Az is túlzás, hogy messze nem vagyunk kész, persze, mert... kicsit kész vagyunk, de nem teljesen vagyunk kész. Sokkal készebb lehetnénk. Ez milyen csata volt? Izgi. Azt tuti. Building bridges. Úristen, de hosszú ez a szemeg. Oké, el kell összefoglalni. Egyre többet vitatkozunk a kókonzulunkkal. Oké. Okay. Eddig csak ilyen apróságokat vitatkoztunk össze, de egyre nagyobb... Egyre nagyobbak az nézeteltérések, és egyre fenyegetőbb, hogy ezek kihatnak, vagy hát kiderül a közvélemény számára is. És úgy tűnik, hogy... hogy egy olyan vitában áll velünk szembe, aminek így fontos. Nem tudom, ez biztos, ez... oké. Okay. Akvadukt rendszereket fogunk építeni. Legalábbis ez lenne az ötlet. A Peltuinumban, Aternumban, és ezzel tovább nőne az egész helynek a királysága. Azt mondja, hogy Consul attempt to push this agenda anyway, upsetting all Consul Publius. Vagy felbosszantjuk, kapunk 5 popularitást, és ő megveszít 10-et. Vagy veszítünk, nem, kapunk 25 oratori pontot, kapunk, wow, és kaptunk 5. Kap ő 5 lojalitást, vagy pedig lefizetjük a francba. Hát próbálj meg a középsőt, azt mondja, hogy megpróbálja megbeszélni vele, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy sikerülni is fog, de próbáljuk meg. Nyakamat merem tenni, hogy nem fog sikerülni, de it's fine. Na, foglaljuk el viszont ezt a kikötőt, és akkor hátra tudunk újabb hajókat szerezni. Még esetleg azt is most már kicsit erősebbek vagyunk, azt is megkockáztathatnánk, hogy rámegyünk erre. Boarding Tactics. Ship Damage Down minus 10%, de Ship Capture Chance plusz 10%. Úgyhogy ezt most én megvásároltam. És megpróbáljuk érvényesíteni az akaratunkat-e. Újabb popokat szereztünk.
Progress in Senate. Na, nagyszerű. Az meeting progress fig. Tehát találkozik velünk a Publius Sculpius Saverio. Ezzel a törvénymódosítással kapcsolatban, amit beterjesztettünk. Vagy ők terjesztettek? Ő terjesztette be? Azt hiszem, ő terjesztette be. És ezért akar velünk négy szem közt beszélni. Most agrees with the proposed bill. Nem, mi terjesztettük be, és neki nem tetszik. Alapból nincsen baja, de csokba kerül. És ő ajánlott egy kis változtatás benne, amitől még többbe fog kerülni. It's fine. We cannot afford to rent the co-consul. Hűha. Tehát mondhatjuk azt, hogy nem engedhetjük meg, hogy a co-consul az ellenségünk legyen. Veszítünk öt népszerűséget. Veszítünk öt supportot a Civic Faction felé. Ő kap öt lojalitást, nem mintha nem venne elég magasan. És akkor Peltuinum kap local tax 12.5-öt, elég hosszú időre, meg commerce value-t is. Tehát 8-adával nő gyakorlatilag. Lojalitást is kap, ezek jól hangzanak, és csak 14 aranyba kerül meg 25 mil powerbe. Akkor ezt szeretném. Az a kérdés, hogy a frakciók azok így hogy állnak. Mert az mondjuk nem mindegy. A Civic Faction az enyém, és az most veszíteni fog ezért 5 supportot? Oh boy! És a Civic Faction ad nekünk National Tax plusz 20%-ot. És utána a hatalomra valószínűleg ők fognak kerülni a Military Faction, ami szintén nem rossz. De... ja. Oké, elfogadom. Legyen Publius, megnyerted ezúttal lesz magadnak. És lassan ezzel a sereggel, megint. Jézusom. Calling all deaths. Most ezt nem fogom végigolvasni, biztos valamit hisztizik megint. Újabb öt lojalitás kap. És újabb pénzt adunk, utalunk át neki. Ez most már kezd ilyen átverésnek tűnni nekem. Sofrain Bath of Pelzunium, megépítettük szerintem. Igen! Ez az, visszakaptuk az 5 supportot a Civicbe, és vesztett a Military 5 supportot. Nice! És plusz megkapjuk a Peltuniumi local taxet még. Az egész Aternum provincia kap pluszt. És 25 Civic pontot. Akkor csak megérte. Hát csak megérte. És most úgy néz ki, hogy nagyon közel vagyunk a Military Factionhöz. 27 a 22-höz. De közben ott vannak a populisták is. Azt hiszem a populisták azok így nem jók. Ezt így el kéne kerülni, hogy ők így bármit kapjanak. Ah, közben zajlik a hajócsata. Izgi. És elég közeli. Jó, megérkezett az utánpótlás. Így azért talán sikerül megnyernünk. Ugye most az van, hogy megint nincsen senkinek előnye. Mert ők átálltak frontal assaultra. Oké, ezt megjegyeztem. Vesztettünk két Trirmét, de kaptunk egy Liburniant, ami a leggyengébb hajótípus, szóval nem volt a legjobb trade ever, de ő viszont csak vesztett, úgyhogy that's nice. Oké, ez megvan, enemy captured, egymás után zajlanak a csaták, Jézusom! Stop! És újabb hajót szereztünk. Meg ellenséget is, mármint azt meg elejtettük. Jaj, nagyon kevés lett itt az ereje ezeknek a hajóknak. Kicsit pihentetem őket. Jézusom! Pirate-ok! Hé, pirate-ok! Taka van! Na, ezekkel majd el kell bánnunk valahogy, ezekkel a kalózokkal. Ez is újdonság, a kalózok megjelenése. Úgyhogy én el is kezdek újabb hajókat gyártani. Rómával elég fontosak lesznek a hajók. Az más kérdés, hogy az előző két végigjátszásomban egyikben sem fektettem rájuk túl nagy hangsúlyt, de most fog kelleni. Import value, az adna pénzt. Religious provincial investment cost, nem. Import value-t kérek. Azt hiszem legalábbis, hogy az pénzt adna, de lehet, hogy nem. Lehet, hogy a bónuszokat módosít? Nem tudom. Nem mondok inkább semmit, mert csak hülyeség lesz a vége. Tehát át kéne valahogy szenvednünk a flottánkat ide. És a hadseregünk egy részét legalábbis ide. Úgy, hogy közben nagyon kicsi életük van a hadsereg, a flottának. Nagyon-nagyon le vannak harcolva, és valahol itt járőröznek a kalózok. Ez legjobb. Na mindegy, próbáljuk meg azért. Most oda fel tudsz szállni? Nem.
Split in half, és csak a feletek megy, jó? Ti 7000 akárhányan vagytok, ti mentek. Nő a war exhaustion sajnos. War exhaustion. De mindjárt vége. Mindjárt vége. Kicsit bírjátok még ki. Közben ezt haza is hozom ezeket a hadseregeket. És lehet, hogy az lesz, hogy szét is választom ezt a két hadsereget. És az egyik lesz ez, ami itt van. Amúgy ide kéne jönni. De mindegy, ide is jó. Szóval az egyik lesz ez. A másik pedig kap egy új tábornokot. Apuleit, Juli vagy Ogulni családból. És akkor nem fog túl nagyra jönni hatalma ennek sem. Remélhetőleg. Ez a terv. Man of Mars. Az egyik harcosunk... ...nak az a hír járja, hogy őt maga a háború istene áldotta meg, és ezért harcol senkihez nem hasonlóan őrült mód. Szóval az, néhány emberünk elkezdi sugdolózni, hogy miért nem lett még előléptetve a sok hősi tette után a háborúban. Amúgy megjegyzem, mert a háborúban nincsenek elefántok, de oké. Mások szerint pedig egy félisten. Remek, ez csak jól szokott elsülni. He will join a court, Sato Valerius joins a court, 10-es military, oké. Vagy pedig, an inspiring man of our soldiers look up, maradjon inspiroló ember, jó? És kapunk egy elég jó módosítót, 5 évre, moral of arms plus 5, for defense plus 5. Utóbbit nem fogjuk használni valószínűleg, de előbbi elég hasznos. Jó. Befoglaljuk gyorsan ezt a kikötőt, és akkor oda vissza is vonulhat a flottánk. Gyógyulni picit. Amíg itt végzünk. Úgymond. Wow. Na. Nem tudok... Csak belefutottunk a motherfucking kalózokba. Menekülj, Marty! Hova tudok menekülni? Ide. Jézusom! 7 hajónkat elsüllyesztették. Oh, fuck right off. Ez nagyon rossz. Triermeket ráadásul nagy részt. Muszáj építenünk flottát. Főleg, hogy most már a kalózok valós fenyegetés. Tehát békeidőben sem tudjuk majd hazahozni ezt a sereget addig, amíg... jönnek a barátaink. Szóval addig, amíg a kalózokkal nem számolunk. Na jó. Amúgy nagyjából véget értünk ezzel a háborúval. Szerintem megköthetjük a békét. És elkérhetjük a mindent is. Ezt még nem tudjuk elkérni. Azt még nem foglaltuk el. Ne idegesíts. El van foglalva. Ja, valószínűleg, mert nem határos. Oké? Oké? Nyugi. Kérjük ezt. És most már igen engedi. Tehát a mindent is. Ez lenne a rövid verzió, hogy mit kérünk el. 15 aggressive expansion-t adna. Ez a dolog. Mennyi pénzt tudunk elkérni? 204 aranyat. Ja, szerintem most igazából be kell vállalni ezt az aggressive expansion-t. Úgyhogy ezt kérem, és akkor itt zárjuk a háborút. This peace offer will increase your rank to regional power. Are you sure? Nem tudom ezt miért kérdezi meg. Nem tudom ezt miért kérdezi meg, de mindig gyanúsan nézek, hogy... Akkor ez biztos nem feltétlenül minden esetben jó dolog, hogyha megkérdezi. De legyen. És mi lesz az etruszki elittel? Hát az a helyzet, hogy... itt is kicsit sokan vagyunk. Értem? De hogyha kizavarnánk őket, akkor veszítenénk 0.5 aggressive expansion-t. Ha csak simán kivégeztetjük, akkor népszerűséget kapunk, de az annyira nem kell. Úgyhogy aggressive expansion-t akarok veszíteni. Na most, hogy regional power lettünk, ezt már ismerjük. Capital import route még egy, integration speed plus, diplo relation plus, diplo range plus, civil war threshold minus. Rebellion threshold minus, government bonus multiplier plus 100%. Wow. The Latin regional power of Etruria. Ja, igen, ez maga a béke szövege. Na szóval, hát igen, kérem szépen. Not too shabby. Love. Azt hiszem, hogy ezzel a... ez a flottával majd valamikor szét tudjuk szedni ezt a kalóz kikötőt, de nem vagyok teljesen biztos benne. Lack of Govna. Nincsen govnánk. Hoboly. Hát, akkor most ide jöhet egy Apulei, egy Juli vagy egy Ognuli, igaz?
Lássuk, van-e valami apu. Itt van egy apulej. 9-es, 45 éves, kicsit lojális. Ja, tényleg, hát itt írja is. Vagy pedig ő, aki meg egy ogulni, ő kicsit kevésbé lojális. Kicsit korruptak. Ő viszont nem korrupt. Vagy lehetne ő, aki generous ráadásul. Local citizen happiness, local freeman happiness. Ezek nem hangzanak rosszul feltétlenül. Ja, ez tetszik nekem, ez az űrge. Ő is ogulni családtagja. De nem a család fő, és ő 30 éves. Őt kérem. Te jó arcnak tűnsz. Gnaeus Ogulnius. Tessék. És azt választotta, hogy... Local autonomy. Hát... Jó, kicsit maradjon a local autonomy. Majd erről dumálunk, hogyha hazajöttél. Vagy valami ilyesmi. Még egy gyerekem született. Nem bírok leállni, egyszerűen. A háború meghozza az ember kedvét. A gyerekvállaláshoz, úgymond. Rebellious Tendencies. Úgy látszik, hogy Marcia nem boldog, mióta kliens államunk lett, és próbálnak kijönni ebből a szövetségből. Though they are recent reserve played important, mivel, tehát igaz, hogy nem régóta szövetségeseink, viszont fontos része a hadseregünknek. Marcia, te melyik vagy? Ez itt. Talán itt van az ideje, hogy megbékítsük őket. Adjunk nekik ajándékot. 32 arany, 50 oratori pont. Vagy adjunk nekik területet. Sweet summer child. Vagy pedig ignoráljuk őket, és szomorúak lesznek. Tényleg szomorúak vagytok amúgy, vagy ezt csak a játék találta ki? Kezdjünk el velük barátkozni. És legyenek csak szomorúak. Én nem adok pénzt. Bocsi! De nem. Tehát azt mondtam, hogy ebből a hadseregből lesz egy új hadsereg, ahova berakunk valami olyan karaktert, aki ilyen szomi. Quintus Apulea. Crafty Holdings, 37, Corruption, plusz 20, ő az első, aki bekerülhetne ide, mint Scorned. De ez a hatós, ez elég gyenge, szintén szólva, úgyhogy inkább várjunk még ezzel a megoldással egy kicsit. Hogy állunk itt? 1-2-4-4, végülis nem olyan rossz, hogy Hexeréből és Tetréréből van sok, ezek médium hajók. A Liburniák és a Triermék ellen jók. Ezek meg nem ők igazából senki ellen. És a Slave Happiness. Sipruk. Nem adom a fát. Én vagyok a hülye, hogy nem adom ezt a fát? Ezt a fát oda kéne adnom? Publius is uncaring. Publius the uncaring. Azt mondja, hogy uncaringek lettünk. A konzolunk uncaring lett. Megpróbálok úgy referálni ezentúl a konzolra meg az államfőre, hogy ő, nem az, hogy mi, mert nem sokára elveszítjük. Majd. Az uncaringből az jön, hogy loyalty gain chance minusz 0.02 és National Freeman Output minusz 5%. Mikor jön a választás? Nem jöhet elég hamar. Tényleg mikor lesz választás? Hát előbb-utóbb? Akkor azért próbálj meg Rómába behozni azt a cuccot, amit be akartunk hozni a múltkor. Importálni. Nem tudom, mi volt az a baj. mit akartunk behozni Trákiából? Bort? Búzát? Békességet? Melyiket akartuk behozni? Ötletem sincs. Vissza kéne nézni az előző részt. Most tudnánk importálni fát. De most ugye az már nem kell, mert... Ja! De kell! Fát akartunk importálni, igaz? Nem! God damn it. Each surplus in province local tax plusz 3. Igen, azt beszéltük, hogy csak simán áthelyeznénk ide a plusz 3-ot innen. Ami nem lenne hülyeség feltétlenül, de értetek. A szlévek boldogak, azt néztük a múltkor. Base metals, az, ami nem kell. És marble, ami még most elérhető.
ami City Provence Loyalty plusz 0.01-et adna. Jelenleg nincsen márványunk, igaz? Nincs. Akkor nem lenne meg a surplus sem. Szóval valamit muszáj importálnunk, mert van szabad helyünk. Nem tudunk fát behozni, mert mindenki utál. Utál. Olivát. Az olivából lenne akkor surplus. Ami azért nem lenne feltétlenül rossz, mert az egész országra adna nekünk ugye az egész országra adna nekünk plusz 5% boldogságot a szléveknek, és a szlévek termelnek pénzt. Average happiness 95.6, 92.6. Itt egyre szomorúbbak a szlévek, hogy megyek kifelé az országból. Jó, hozzunk be olivát, mert nincs elég apparently. Hozzunk be olivát Etrúriából. Oké, az úgy jó lesz. Mondjuk akkor ők megveszítenek Slave Happiness-t. Tehát nyerünk is vele, meg nem is. Ez a para része. Untiring Devotion. Kaptunk 10 stabilitást. Mert stabil az uralkodásunk, gondolom. És akkor most megnézhetjük, hogy ez mire jó. Egyrészt National Pop Growth 0.1, Research Point plusz 5%, National Commerce Income plusz 5%, Threshold for Civil War plusz 3%, Threshold for Rebellion plusz 1%, és ez csökken 0.2-vel minden hónapban, ami azt jelenti, hogy 5 hónap alatt egyet csökken, ami azt jelenti, hogy várjátok, matek, 50 hónapra kaptuk meg ezt a pluszt igazából. Oké, ez fair enough. Itt akkor a következő, amit megveszünk, az legyen a Tribesman Output. Talán. Bár nincsen túl sok Tribesmanünk, de azok most nagyon outputolni fognak. Itt van konkrétan 3. És azok adnak nekünk... azok adnak pénzt és manpowert is, szóval annyira nem a legrosszabb összlet ever. De láttam már jobbat is. Nem készült még itt el plusz hajó, itt viszont igen. Vagy automatikusan hozzáadódott? Néha automatikusan hozzáadja. Ez mi ki? Ja, tudom, ez ilyen külön tech kéne. Készül az újabb hajó, ami kiváló, és szerintem lassan hazahozhatjuk ezt a sereget. Vagy megpróbálhatjuk hazahozni. És ugye 15 hajónk van, és azt mondja, hogy a legideálisabb jelenleg a Naval Envelopment lenne 66%-kal. Jobb hiány, most erre menjünk rá. És megnézzük a kalózok ellen mennyire jól működik ez. Portrait. Ja igen, ez már nem kell. Bár még lehet, hogy kell. Question of Sanity. Oh-oh, valaki megkérdezi az észelmélyiségünket. Épelmélyiségünket megkérdezi. Még mielőtt megnéznénk, hogy mi történt itt. Az a kérdésem, hogy mikor lesz választás? Mert lassan lehetne. És nem látom. Esküszöm, nem látom. Ja, ott van. Election date. 455. október 1. Srácok, egy évig bírjátok még ki. Szóval nem lehet tudni, hogy miért. Létrehoz, nyilvánosságra hoztak egy listát, hogy milyen fura szokásaink vannak. Vagy mi? Igen, nem egy listát hoztak, egy törvényjavaslatot hoztak, ami arról is szól, hogy milyen fura szokásaink vannak. Oké, legalább mindenki nevet, mondhatjuk, és 10%-kal népszerűbbek leszünk, vagy 10 népszerűbbek. Vagy megpróbáljuk kideríteni, hogy ki írta ezt. Derítsük ki. Menjünk a sztori után. Mindig menjünk a sztori után. Úgy látom, haza fog tudni őket hozni épségben. Hazajönnek a fiúk! És ide fogom rakni. Ekközben... ja, itt nincsen kikötő. Már ekkor ide. Koszébe. Ekközben ezt a hadsereget kicsit fel akarom turbózni. És jelenleg úgy néz ki, 4-3-3, szóval kapnak maguk mellé egy Sagittarit.
egy Equitest és egy Principest, mert miért ne. Illetve elfelejtettem eddig, hogy épületeket is kéne építeni, úgyhogy húzzunk fel pár Marketplace-t. Ezeknek az ára mennyi is? 100 arany, az tényleg csak pár lesz. Rómába 2-t és kész. És esetleg még egy Granary-t. Pop Capacity plusz 10%. Az mindenhol annyi. Akkor ez építse meg Kápuába, és kész is vagyunk. Többé-kevésbé. Na, az érdekelne, hogy... Hogy tudunk megszabadulni a kalózoktól? Azt hiszem, hogy kell hozzá egy törvény. Pro laws, és akkor itt van Anti-Corruption Law, Maritime Law. Fogalmam sincs, hogy hol van. De azt hiszem, egy törvény kell hozzá, hogy ezt megadjuk. Csak mindenek ilyen fura neve van. Persze, hogy nem értem, hogy miről szól. Marian Reforms, Punic Reforms, Lex Borsa. Most jelenleg... Unfortified enemy portot el lehet fogni, de jó. Port Raid, ez az Siege-et segítheti. Port Assault, ez a Siege-et segítheti. Slave Raid, érdekes dolgok zajlanak itt, kérem. És ez a kérdés, hogy hogy tudunk megszabadulni a kalózoktól. És itt van egy újabb cucci, ami újdonság. Vihar, juhú! Ez annyira jól látszik kintről. Picit látszik. Na, oda nem kéne menni most. Most már lehet. Szóval, kaptok egy feladatot. Tudok feladatot adni nektek? Igen. Hunt Fleets. Ja, legyen ez. Hát, hogy megkeresi a kalózokat. Unruly Subject. Jaj, Marcia-nál csak baj van. Marcia-val csak baj van. Marcia már nem igazán szeret minket, tudtátok? Minusz 119, de... Mi az a Sabine-nek? Plusz 12. Oké. Okay. It's fine. Ja, és akkor nem kéne sokáig a kezünkön ülni, mert hogy Somniumot is megtámadhatnánk. Apulia és Lucania csatlakozna. Egyik sem megfoghatatlan igazából. És akkor összekötnénk az országainkat, vagy az ország részénket, hiszen itt is van egy kis Róma. Ezt nem szabad elfelejteni. Neki van 14 kohortja, neki van 16, az 30. Ez meg 10, az 40. De láthattuk, hogy azért eléggé überek tudunk lenni mink is. Most itt chillelsz, igaz? Semmi dolgod. Te vagy a legboldogabb a világon. Akkor ez azt jelenti, hogy ez nincs olyan, hogy feladatba adni neki, hogy szedje a kalózokat. Mint az EU4-ben. Hát akkor viszont chilled vissza magad. Te meg gyere ide valahova. Ide. Ide. Igen. Kicsit felépítjük a csereget erősebbre, 13 és 9, ami még nem ideális, de oké, és aztán megtámadjuk a szamniaiakat. Disagreement on the highest level. Ja, még azt akarom megnézni, hogy mennyi itt a civilization. Aha, erre felé kell mennünk mindenképp, mert itt a civilizáció egyre csökken. Majd még Trintániát is meg kell támadni, bár amúgy ott nincsen most senki. Simán felmehetünk szétvenni az arcukat. Jó. Jó. Lehozok pár egységet, pluszban. És akkor megtámadjuk gyorsan. Fritániát, van rá klémünk? Nincs klémünk. Rakunk rá egy klémet. Amint... Majd. Mindjárt vége ennek a résznek. Publius Cornelius Barbatusa, akinek nagyon jó a reputációja, és Gaius Junius Bubulucus, legjobb névevőr, aki szintén remek ember. Elkezdtek vitatkozni nagyon durván. Na kivel menjünk? Te egy Pontifex Maximus vagy, te meg Tribunus Militium. Aha. Hát ez alapján
Gaius-szal kéne mennünk. Gaius, te milyen sebességben nyered vissza a lojalitást? 0.12, te meg 0.11. Aha. Legyen ez. Főleg, mert a Gaius az a csapattársunk is, vagy micsoda. Nem sokára választás. Blockaded ports. Na megjöttek a kalózok! Pont rátok vártunk. Gyertek, csak gyertek. 15 ugyanolyan hajója van. És mi az az ugyanolyan hajó? Ó, most ebbe ki kell találnom? Azt hiszem, hogy ez a típusú. Liburnia. Szóval azt kéne alkalmaznunk, mert a Liburnia ellen a legjobb. Tehát ha Liburniája van, akkor vagy frontal assaultban van, abban játszik, vagy pedig harassment, vagy probing attack. A harassment ellen jó... ez a frontal assault. A probing attack ellen úgy látom, hogy igazából... semmi nem kifejezetten jó. Ami érdekes. Ja, a frontal assault már csak az összetételünk miatt is. Bár ő meg ezt ajánlja. Mert ez kapit plusz a hexere is. Jó, akkor maradjunk ebben. Maradjunk ebben, annyira nem lehet vészes. És kezdődött a csata. Ez lesz a vége ennek a... let's play-nek, és ennek a résznek. És... Szereztünk hajót! Yes! Noise! Most akkor ő visszavonul, én is kicsit visszavonulok, és akkor mindenki boldog. Right? Jó. Jó, tényleg jó. Akkor, következő részben megtámadjuk Friniáciát, egyrészt. Megtartjuk a választást, másrészt, és... boldogan én meg nem hallunk, hogy olyan ilyesmi. Köszönöm szépen a figyelmet, innen folytatjuk jövő héten. Sziasztok!